Tessék? Gyógyszeren vigyázz kellene. Igen. Tele vannak az egyik szexszerdi gyógyszertár fiókjai. Sajnos ez nem mindig volt így, hiszen sokan tapasztalták, hogy több termék hónapokig nem volt elérhető az üzletekben, és van, ami még mindig hiányzik. Tekintettel arra, hogy most kisebb mennyiségben fogynak a szezonális vírusos betegségek kezelésére szolgáló készítmények, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek, ezért azok most elérhetőek. Elég rapszódikus az ellátás, úgynevezett kvótában kapunk meg bizonyos mennyiségeket az országba. Sajnos az a baj, hogy nagyon jó kilátásaink nincsenek, mert jelen pillanatban kb. 1500 gyógyszer szerepel az OGYI honlapján, ami hivatalosan OGYI felé, hatóság felé bejelentett gyógyszerhiányzik. Ott megnevezik a gyártók az indokot, az esetek felénél azt látjuk, hogy gazdasági szempontok vannak a háttérben, máshol gyártási kapacitás, alapanyag probléma, tehát többféle variáció előfordulhat. Nemrégiben nyilvánosságra került, hogy pluszadó fogja sújtani a külföldről behozott gyógyszereket. Hogy ennek milyen hatása lesz a betegek ellátását illetően, az még bizonytalan. Egyébként mindennapi küzdelmünk a gyógyszerhiány. Azt nem tekintjük gyógyszerhiánynak, hogy egy készítménynek van helyettesítő készítménye, akkor nem számolunk azzal, viszont azért előfordul valóban olyan, amit nem tudunk adni. A jelenlegi gyógyszerhiány leginkább betegség, illetve gyógyszercsoportokat érint. Főleg a diabétesz kezelésére szolgáló, illetve a testsúlycsökkentésre alkalmas vénkötelesszereknél nem folyamatos még az ellátás, de a szakember szerint ez a közeljövőben rendeződni fog.